Kellemes szép napot, sziasztok, örülök, hogy velünk vagytok. Egy Renault Trafficba dobtuk be magunkat, Concertóval egyelőre, itt a jobb egyben. Az autó egy magyarországi egygazdás Renault Traffic, 8 személyes darab, egy kis busz, hosszított ráadásul, óriási hely van benne, a benne ülő személyek is kinyújthatják a lábokat, és még a csomagjaink is nagyon-nagyon könnyedén el fognak férni, mármint annak a 8 embernek a csomagjai, hogyha mindenki jön velünk, papa, mama, gyerekek és egyebek. Az autónkban 177.700 km szaladt bele ugye az elmúlt, hát mondjuk rá egy 4 évben, mert 2018 februárja jármű. Itt van mellettem az autónknak a forgalmi engedélye, meg a törzskönyve is, illetve digitális szervizkönyve rendelkezik. Az EGRI Renault márka szervizbe szervizelődött ez az autó, és ott tartották ugye karban megfelelően az elmúlt időszakban. Az autónknak a felszereltségéhez tartozik egy jó kis tempomat, itt van mellettem ez a, vagy előttem a kis gombocskák, jobbról-balról, és itt, hogyha megnyomogatjuk ezeket a gombocskákat, ugye, akkor vagy sebességlimitet fogunk kapni, vagy pedig limiter, vagy pedig a tempomatot tudjuk kapcsolni. De én megállok egy pillanatra, mert hogy itt legalább lesz egy kis helyem. Egy pillanatra így megállunk, nyomjunk valami zenét. Ezzel kell nyomnunk a zenét. Ez sok mindent lejátszik, mert ugye ott van ilyen média gombocska, telefonja, bluetoothos a szerkezetünk. Össze tudjuk ismertetni ugyane az autónknak a zenéit és a fejegységet ugye a telefonunkkal, és tudjuk kezelni utána majd innen is, nem fognak megbüntetni. AUX és USB csatlakozó van hozzá tartozólag. A klímája hibátlanul üzemel, kipróbálta, működik, megy, Concertóval teszteltük ezen részét. Van egy kis eco gombunk, itt lehet ugye fogyasztásban ugye segíteni a pénztárcánkon, a végeredményben az lesz a vége sztorinak. 6 sebességes kéziváltó tartozik az autónk motorjához, ami nem más, mint egy 1.6-os, Euro 6-os besorolású dízel motor, tehát 1.6 Blue DC, ez egy Euro 6-os motor ugye, és 125 lovas, nagyon szépen megy különben, és láttam ilyen fogyasztási mutatókat itt előbb, mindjárt megkeresem valahol, azt mondja, hogy 7,1 liter mutat, előbb 6,9 volt, csak mert járattam a mociát a kocsinak. Itt van mellettem a szervizkönyv is, meg a gépkönyve is, és itt van a pontosan a forgalmahelyezés, tehát február, nem tudom, 20-án nem látom már, én teljesen meg vagyok vakulva valamikor akkor, és itt van mellettem ugye a törzskönyve is, tehát egy magyar itthoni egygazdás kocsihez köszönjük a Concertónak. Nézzük tovább a járművet. Tehát van benne sebességlimiter, tempomat, kormányról vezérelhetően, bordkompjúterje, onnan nyomogattam, parkradar, parkszenzor, elektromos ablakok és elektromos tükröket találunk ebben a masinában. Kinyitjuk az elejét, valahová eldugták, ugye megkeressük. Itt van, itt néz ki a pedálsorunk szél. Ja, és még mielőtt tovább lépnénk, az egész autót egy ilyen jó kis PVC, ilyen kis krémszínű PVC-vel bevonták. Újonnan gyárul, amikor megjött az autó, egy tapottat sem mentek az autóval, az egészet bevontak ezzel, alatt a vadonatúj gyári, és az ülése is egy húzattal lettek ellátva, ha ezt levesszük, akkor ezen soha nem ült még senki sem, azonnal ráhúzták ezeket a védő szöveteket, és a hátsó soron is. Látszik, hogy jó messze van ugye a fenek része, úgyhogy meg is nézegetjük. Ami nagyon tetszett is nekem, az a színe, egy gyönyörű barna metál színű autó, sötétített üvegekkel, és nagyon szép hűtődíszáccsal, szép lámpákkal, kötfényszóróval. Hallgassuk meg egy kicsit közelebbről is az élményt. Gázrugó szépen megtartja, felemeli ugye ezt az ajtót. Megfelelő folyadékszint. Karbantartásról egy kis matricica. Hát így dolgozik a motorunk.
Jó? Nézzük meg akkor a többi részét, oldalajtót elhúzzuk, betekintünk ide is, hogy lehet, azt mondja, hogy beszállunk, könnyen elcsúszik. Itt van velem Feri és Peti kollégák, szevasztok, gondolom kényelmes, mert tényleg jó széles autó, tehát nem olyan, mint egy személyautó, hogy itt a hárman, mit tudom én, sírva fakadnak egy hosszú utazás alkalmával. Látjátok, itt is teljesen tökéletes, teljesen hátsó részig ilyen szépen méretre van vágva benne az anyag. A hátsó utas az pedig úgy tud ide beszállni, hogy egy kicsit megdöntjük ezt az ülést, és ide szépen be lehet tenni magunkat. És itt is van tető, klíma, jön a kellemes hűvös levegő, nagyon jól dolgozik, hogy behűti az autót, jó a klímája, és van hátul is hangszóró, lehet hallgatni a zenét. Amúgy ezek összecsukhatóak, és szerintem ki is szedhetőek ezek az ülések néhány mozdulattal vagy egy csavarra, ezt még nem tudom. Nézzük meg az autónknak a fenek részét is, két oldalra nyíló fele-fele arányban. Egy darab ajtó, a másik meg így nyílik. Tehát itt van egy nagyon komoly helyzet, mármint itt ez egy másfél méteres szakasz szerintem, és akkor ugye ott látszik ez a kis piros zsinórka, biztos, hogy fölborítható az ülés, és akkor lehet arrafelé még pakolásznunk, ha esetleg nincs szükségünk erre a terjedelmi ülésrendre itt a hátsó résznél. Gyönyörű a tetőkárpit is, nem dohányzós, abszolút a kocsi, nagyon szép, kellemes, jó normális, jó illat van benne. Becsukódott, és akkor elkezdünk vele egy visszafelé menetet alkalmazni. Nincs lekopva, ugye sok teherautónál, amikor belépnek, akkor így lenyalják ezt a műanyagot. Normális jó gazdája volt neki. És akkor szépen bekötjük magunkat, karttámla két oldalon, a két első utasnak. Úgy. Leállítom, újraindítjuk, hogy lássuk, halljuk. Jó sok lámpa. És akkor kialudt minden benne. Szól a zene, szóljon a rock. Kéziféket is ki kéne engednem, mert így könnyebben tudok vele menni. Úgy láttam, hogy épp a szélvédő, éppek voltak ugye az autónknak a lámpatestei, a tükrök is tökéletes, éppek elektromosan állítható, mind a két oldalra is, fűthető kis, ott van benne van a kis csík, digitális kis óra, mutatja, hogy mennyivel megyünk. Csendes, finom járású, könnyű kuplunk, könnyű váltó. Én azt mondom, hogy újszerű, 177 ezeret futott, de nagyon jó kis stabil kocsi, karbantartott autó, garantált kilométerfutással, akár családi autónak, akár pedig személyszállításra ugye alkalmas az autó, nyugodtan el lehet indulni messzire is. Jó kis buszos, tényleg jó élmény itt csücsülni, nagyon jó kilátni belőle. És pozíció is jó, kormány pozíció is jó. Én szeretek ilyen nagy kocsikkal autózgatni, nagyon élvezem, nagyon jó élmény ilyen nagyon magasan fönt ülni, tök jó biztonságos, jó messzire ellátunk. Tetszetős a gép, nagyon szép színe van. Elég hamar megtalálja az új gazdáját, ugye az M3 autóparkban lehet ezt megtalálni, majd ezt a gépsárkányt. Ide kéne benéznetek, meg is érkeztünk. Ide lehetne bejönni hozzánk, ugye itt lehet majd megnézegetni a kocsit. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, gyertek be hozzánk, legyen egy jó trafikotok, amit tőlünk szereztek be legközelebb is. A viszontlátásra, sziasztok!